Ötlet kérdés. Az ilyenkor nagyon világosan beszélsz róla. Jó, azért mondom, tehát ezek fönt vannak, meg azt fogom csinálni, hogy ebből én most veszem föl, fiam segítségével szereztem egy olyan programot, amivel amin a monitorom megvan, azt le tudom tölteni, hát majd kiszerkeztem belőle adatvédelmi okok miatt a többieket, hogy ne, hogy valami félreértés legyen, de ezt megpróbálom ezzel a magyarázattal föltenni a honlapra. Akkor jönne a harmadik eset. Megint normál, nem hangerővel, normál sebességgel, ugye ez a jobb lebeny, itt van egy cisztikus göb, ezek a kamettél artifaktok, ezek a jó nagy bunkó izék. A másik oldal bizonyos szempontból érdekesebb lesz majd. Ebben úgy ránézése megint olyan, mint a mikrokalcifikáció. Ez is úgy jött, hogy egy EU-tirac 5-ös göb, amiben tele van mikrokalcifikációval, erről beszélek. Szóval ez volt a normál mód, és akkor most először csak a jobb oldalt mutatom. Ezt azért ritkán szokták elnézni, mondom, kivéve, hogyha olyan a gépe, és ez egyébként, ha megnézitek, ez egy nagyon jó beállítással készült kép, elvileg, egy nagyon jó szuper útrang, az összes harmonizáció rajta van. Ez az izom, ami a pajzsnyi erőt fut, hát echo-mentes. Tehát ezért nem szabad ezt a szuper beállítást alkalmazni, ezért kell visszavenni a harmonizációból, mert nem fogod tudni a cisztát és a kifejezett echo szegénységet elkülöníteni. Tehát én egyszer nem használom ezt, most pont azért tanciósan így vettem föl, hogy így is felvettem, hogy lehessen látni, hogy egyszerűen nem lehet megkülönböztetni a kifejezetten echo szegény izomrostot a gyakorlatilag cisztikus göbtől. És hogyha ezt használja valaki, ezt a beállítást, akkor egyszerűen nem fogja tudni megmondani, hogy ciszta vagy nem ciszta, és mondjuk mondhatja ezekre a pöttyökre itt ezen a göbön belül, hogy ezek mit tudom én, mikrokalcifikációk egy kifejezetten echo szegény göbben. Most ez azt hiszem erős túlzás, hogy ezt a nagy nagyítást ide beteszem, mert lehet, hogy sokat nem tudok hozzátenni, de azért itt lehet látni néhány teljesen jellegzetes tankönyvi példát, tehát itt van a kolloid kristály, és akkor ez az elmosódott farka ennek a kolloid kristálynak itt hátrafelé menve. De ez nagyon nem szabadna problémát okozni, mert ez egy kifejezetten, tehát ez egy cisztikus göb volt, amiben mondom, akármi a cisztán belül, a folyadékon belül nem lehet problémás képlet. Most akkor megyek át a bal oldalra. A hosszmetszet az itt jobb lesz. Hát ha megnézitek, hát most éppen nem úgy állítottam meg, de majd a folyamatos videón lehet látni, ezeknek a jelentős része ilyen pontszerűnek tűnik. De valójában majdnem mindegyik folyadékot tartalmazó rész mögött van. Tehát nézzétek meg, itt van egy pötty, és előtte itt egy cisztikus terület. Itt egy pötty, előtte itt egy. Itt egy vonal, előtte itt egy cisztikus terület. Tehát a legtöbb előtt lehet látni, tehát ez klasszikusan az a backwall figyúr. És a másik nagyobbik göbben, itt nincs gond, mert ez egy vonalszerű, de itt is előtte a folyadékot tartalmazó rész látható. Itt nagyobb nagyítással, tehát mondom, pötty, de előtte itt a ciszta. Pötty, előtte itt a folyadék. Itt előtte nincsen, vagy nagyon kicsike, de valójában, hogyha egy göbön belül egyértelműen azonosítható folyadék mögötti képeteket látunk, akkor valójában nem nagyon szabadnak kétségbe esni, hogyha némely előtt nem látunk ilyet. Nem tudom, érthető volt ez a harmadik eset.